feljepróztam. Szia, már most erre nem esik. Esett, de már nem esik. Sziasztok. Ó, Tóth Komlósra megyünk megint vissza. Sziasztok. Szia, Tíma. Tóth Komlós. Még 74 kilométer van hátra. 206 kilométerre van tőlük. Orosháza mellett van. Nekünk az messze van. Szia mindenkinek. Rossz az idő nagyon. Lejjebb húzom az ablakot még neked. De már így nincs meleged. Sziasztok, kellemes szép napot mindenkinek. Köszönjük Edit, viszont kívánjuk. Na, szia Rita nénye, te is itt vagy. Mi újság? Már jöttél a munkából? Még majd csak ezután érünk le Tóth Komlósra. Megint megyünk oda Orosháza mellé. Jó, messze van nekünk. Aha, engem meg észre se veszel, Rita néném. Horváth Romi. Szia Romi! Mit csináltok, Romeo? Olyan más képet tették ki. Azért nem vesz észre a Rita néni, a másik a profilképet, szerintem. Szóljál neki. Rita, itt van a Romi. Szia, na lássa már. Nem ő, te. De hogy én nem. De jól van. De már láttam utána. Más a profilod. Jaj, én nem veszlek észre. Azt hittem, hogy a Rita nem vesz észre. Sziasztok, szia mindenkinek. Dehogy nem aszfaltot nézni. Tóth Komlós, messze van. Ott már szlovákul vannak kírva még az utca nevek is. Hát ott már a szlovák határ van, nem? Szlovákia majdnem. Még mindig messze van egy kicsit. Még mindig van 71 kilométer. Hiszen megkérdezhetem múlt hét szombaton. Igen, ott voltunk Erdőtelke. Keresztelőben. Igen, ott voltunk. Mit akartam már mondani? Na, elfelejtettem. Akkor jössz majd. Hát majd a héten. Majd ezen a héten. Szarvas, Szentes. Mi Tiszaföldvárt is elhagytuk már. Sikeresen megbüntettek. Az igen, ő ügyes vagy, majd ledolgozod a hivatalba. Dolgozd le. Bemész a hivatalba, azt ledolgozod. Hát, úgy kellene, nem? Az fai. Mennyivel mentél? Akkor jól láttuk az élőt, hogy ti voltatok rajta. Igen, igen, én is élőztem Erdőtelken. Vagy kifizeted. A persze, igen, igen. Gyűjtsed, vagy dolgozz le, vagy üld le. Az se sok, ha leülök. 30 ezer forint semmi. Itt van Horváth Romeo, fiam, kövessétek be, legyetek szívesek, és aki tud, küldjön neki ajándékot. Így ne kelljen neki leülni a 30 ezeret. Horváth Romeo, fiam, kövessétek be, nagyon szeretettel vár titeket a TikTok oldalán. Szia, szépség, nem láttam. Fotóz, mikor fogsz, puszi? Szia, Valérián, mit fogok? Így nem értem. 140 megint faluban. Jó tetted. Így van. Ne is menjél úgy, mint a csiga. Nem láttam a főztőt. Mikor fogsz? Ja, főztő. Ja, értem. A tegnapit majd fel fogom tenni. Lecsós csirke mellett csináltam. Csak még a kóstolás lemaradt. De azt még fel kell vennem.
pedig már tegnap ettünk belőle, meg nagyon finom, de még mindig van, mert nagyon sokat csináltam. A büntetést a WC-n simán leülni, simán, az sem, meg se kottyan amúgy. Amúgy ki se kéne fizetni, le kell ülni. Rámegyek-e hónapban 100 kilóra? Pirott te, csak ahhoz még hízni kéne akkor, mert már ne fogyjál. Száz kiló az már jó. 100 kiló gombócból is sok. Hová mentek? Tóth Komlós. El van borulva az idő. Szomorkás nagyon az idő. Nagyon nem jó, nem szeretem. Szia! Szia, Oli! Oli Ren! Szerbusztok! Majd telefonunkat fel kell tölteni, mert le fogunk merülni. Elfelejtettünk hozni töltőt. Mert annyira siettünk már, hogy induljunk el. Zavart az is, hogy gyöngyösön szakadt az eső, mifelé szakad az eső, nem tudom, most esik-e még. Itt már most jobban helyzet itt erre. Úgyhogy, ja. Nem tudom, megy a cset, mert megy mindenki lefele, ahogy látom. Akadozik, vagy valami? Nincs térerő? A főzős live-ot mikor csinálok? Majd lehet, hogy holnap akkor. A lánya még szarvason laknak. Szép hely szarvas, nagyon. Az szép hely. Régenben ott voltam már régebben. Iskolás koromban. Sziasztok! Jó van, Rita? Jó van akkor. Rendben van. Ha már éhesek leszünk, majd bemegyünk majd valahova enni, de nem Orosházára, oda, ahol voltunk a múltkor. Nem tetszett. Főztjük. Akkor jó, ha jó. Pedig ott olyan szép park van amúgy. Nagyon szép volt a kert. Szép kertjük van, gyönyörű. Nagyon jó meg van csinálva. Múltkor, amikor jöttünk, akkor is szakadt az eső, rossz idő volt, barongós idő, esős, most is. Hát megint csak kifogtuk a rossz időt. Ugyancsak. Főzős live majd lesz holnap. Tóth Komlósra, igen, Ancsi, oda megyünk. Tóth Komlósra. Jó messze van. 206 kilométer. Hát annyit írt a GPS. Sütne a nap, jobb lenne a kedv. Anyáék ott laknak. Igen, Ancsi, Tóth Komlóson laknak. Az igen. Na, és te, Ancsi, hol laksz? Hát nem tudom, Tóth Komlós az már milyen megye? Nem tudod, igaz? Nem tudom. Ja, az Ancsi meg Farmoson. Farmos merre van? Eger fele van Farmos. Békés megye, Tóth Komlós. Köszi a választ, Ancsi. Sziasztok, szia, Gizella. Anya, szép kis asszony vagy, Falkó büszke lehet rád, csókollak, tímeám. Köszönöm. Köhögök. Még mindig fáj amúgy a torkom. Megosztom a videót a Rajon Kohidnak. Rendben. Na, ennyi. Oké, Simonetta. Tóth Komlós. Nem is Tóth Komlóson lakik, Sógor, nőm, nagynénye.
Nekem a párom havi szinten oda-vissza utazik majdnem 600 kilométert a szüleihez. Az igen, Vivien. Havi szinten. Oda-vissza 1200 kilométer. Én szeretek utazni, szeretek jönni-menni, meg utazni városról városra. Csak ülni nem tudok sokáig, úgy elfáradok, ha elfáradok az ülésben. Szia Timi! Csókollak Timi! Visszadolni, lejjebb engedjem. Igen, Ancsi. Oké, Pujáró. Jó hely, csak amit múltkor ettél, lehet nem ízlet, túl cukros volt a megyszósz. Nagyon rossz volt a megyszósz? Mert büdös van, kórház szaga volt. Kórház szagú volt. Szóval, hát Kriszti, nem. Ennyi. Na, lehet hallani? Hát igen. Lehet, nagyon jó. 54 kilométerre vagyunk, egyre jobban csavarjuk lefele a dolgokat. De jó, ott majd, hogy odaértünk Tóth Komlósra, telefonjainkat rátetetjük a töltőt. Remélem van ott C-töltő is, iPhone töltő is. Úgy, Melie. Szia Meli, de rég láttalak, mi újság, jól vagytok? Már úgy hiányoltalak benneteket, Eszterkém, jól vagyunk. Remélem, hogy ti is jól vagytok mindannyian. Pedig mindig élőzök, majdnem minden nap. Tegnap nem élőztem, meg tegnap előtt sem, két napig, mert pihentünk. A buli után kipihentünk magunkat, mert mi erdő telekről, aztán mentünk Egerbe, a Broadway Monkey-ba. Melinda. Ott meg aztán reggelig voltunk, reggelig. Szia Anikám, csókollak, köszönöm. Úgyhogy igen. Pihentünk, ettünk, ittunk, töltöttünk, hát annyi pálinkát megint úrunk, de 21, most megint pihenünk. Most megint az lesz, hogy csak pihi, és kész. Tornázok, meg ilyenek. Már megint kimaradt 4 nap, vagy 5. Ez már az 5. nap, hogy nem tornázok. Csak halkan a falkba megnálja, ja, Katalin. Jó van az így. Na, egyre jobban megy lefele. A kilométer most már beindult. Haladunk lefele. Áld Istennek. Nagy az zúgás amúgy, nagyon zúg a kocsi, lehet az hallani, csak az zúgás megy, mi? Lehet, lehet. Hát
pillanatban előttünk volt. Nem. Na de jó. Azért, mert én itt nagyon-nagyon erősen hallom. Köszönöm a lájkokat. Sziasztok. Szemeli Jani vagyok, igen, aranyosak vagytok, igen, szeretem a videóidat. Jaj, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Örülök neki. Szia, Pötyike. Zúg, de lehet hallani, jó. Így az már jó, ha lehet engem is hallani, nem csak a zúgást. Tegnap előtt, 3 napig úgy be voltam rekedve. Jeges vizet ittam, jeges szódát. Tiszta jeges volt a pálinka is. Már úgy kezdődött, hogy már a sziliéknél már berekedtem a jeges szóda a véget. Aztán kicsit jobban lettem. Aztán csak ittam jeges vizet, hideg vizet. Ó, én szerintem nyáron sem fogok inni hideget. Ti vagytok a legszimpatikusabbak itt a TikTokon, Zoltán. Köszönjük, örülnek, hogy így tetszik neked. Van már, csináltam főzős TikTokos videót, csak még nem tettem ki. Kondorosi csárda, az milyen lehet amúgy? Kondorosi csárdát ismeri valaki? Kondoros, de ott lehet, hogy be kell menni kondoros soja, az nem arra visz. Kondoros, az ott le kell térni kondorosra. Azt írja Ancsi, az is jó. Jó, mama, bemegy, igen, ismeri Brigitta is. Erre fele laktok, Brigitta, ti is? Sokan utaznak ám erre. Nagyon sokan. Az autóúton is. Orosháza fele. Úgyhogy már Orosháza fele meg. Igen, én ismerem, ha erre jártok. Nagyon jó, Mária. Na, igen. Vélmegyere. Ott laksz? Aha. Gondolom erre van, nem sokára. Ott vagytok. Hát már nem sokára, Ancsi. 46 kilométer. És ott vagyunk. Tóth Komlóson. Ma nem főztem Gizella semmit, mert elindultunk, már úton vagyunk, két orosz szája. Orosháza és Nagy Szénás felé. Tegnap csináltam viszont finom lecsó, csirke mellel lecsó, nagyon jó lett. Még a kóstolás videót felveszem majd hozzá. És majd úgy teszem majd ki. Volt az nagyon jó, Gizella. Töltött káposzta, a leges legjobb. Megmutatjátok majd, amiért mentek. Ah, hát majd meglátjuk, jó? Az fini, nagyon. Na, jobbra megyünk, kondoros. Ja, igen, látod, jól mondtam, kondoros. Balra van. Orosháza jobbra. Nagyon jó lesz így. Igen, kondorosi csárda a másik irányba van, az a baj. Tőle nem megyünk. Sziasztok, szia Aranka. Na mi a baj, Simonetta? Mi a baj, Simonetta? Hát itt már most megint rossz az út. Hát igen, eléggé. Hát láttam a videót rólad, mikor épp... Ah, kocsiba. Micsoda? Itt esik az eső. Nem, szaraz idő egész nap. Itt esik az eső. Szaraz. Ó, merre, Gizella? Merre laksz? Jaj!
gyerekek, majd inkább visszajövök majd később, hogy érjünk oda, mert így nézem a telefont, közben hullámzik az út, olyan, mint a hullámos úton ülnék. Feltöltjük a telefont, és jövünk majd vissza. Csók, puszipál nektek!